A Revansdás Sport Egyesület 2022-es évéről kérdeztük Polyák Gézát, az Egyesület elnökét. A Revansdás Sport Egyesület 2022-es évéről kérdezzük az Egyesület vezetőjét, Polyák Gézát. Köszöntelek, összegezzük is ezt az évet, mik is történtek az Egyesület életében. Én is köszöntök minden tévénézőt. Hát a 2022-es év, ugye akkor jutottunk fel másodosztályba, szinte ezt az évet egész végezi jellemezte, hogy ezt tűztük ki fő célunká, hogy a másodosztályba bent maradjunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat, ugye a 4 fordulós versennyel kivívtuk a döntőbe jutást, így tulajdonképpen elődöntőt játszottunk az év végén, ahol egy hajszál híján lemaradtunk, hogy első osztályba jussunk. Így végül a dobogó 4. helyén végeztünk. Én úgy gondolom, hogy már az elején aláírtuk volna ezt az eredményt, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Persze egy picit fáj, hogy ilyen picin múlott, de ha nagyon reálisan nézem, én úgy gondolom, hogy mi még másodosztályú csapatnak talán jobban megfelelünk, mint egy első osztálynak, még azért nem tartunk ott, de én bízom benne, hogyha így végezzük tovább a munkát, és a csapattársaim is úgy gondolják, úgy állnak hozzá, akkor talán még célozhatjuk idén a dobogónak valamelyik fokát. Ugye a 2022-es év ugye a csapatbajnokság, ami nekünk, ugye említettem, hogy a fő célpont volt, ezen kívül a Magyar Dász Ligának vagyunk a részesei, hogy rendezünk is és járunk versenyekre. Idén 5 fordulót rendeztük, vagy 2022-ben 5 fordulót rendeztünk. Idén januárra beadtuk az igényünket, úgyhogy szeretnénk most 7 fordulót rendezni, úgyhogy itt is több versenyzőnek adunk lehetőséget, hogy minél jobb eredményt érjen el. Ebben az évben a nyár folyamán tábort is rendeztetek, már második alkalommal. Hogyan sikerült is ez? Beszéljünk kicsit erről, és hogy terveztek ebben az évben ilyet? Igen, a tábor ez a szívünk csücske, ugye gyermekekkel foglalkozunk. Idén is megszerveztük, ugyanúgy, mint tavaly. Tavaly volt az első, most a második. Szeretnénk ebből a hagyományt, úgyhogy tervezzük idén is, 2023-ban, ugyanúgy augusztusban. Ez lesz a dátum valószínű valamelyik nap. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó itt a gyermekekkel foglalkozni, ők is megismerik. Azon kívül persze a táborban nem csak a dárccal foglalkoznak egész végig, egész nap, mással is egy kis csapat összekovácsolás, egy kis ismerkedés. Vannak, akik mások településre jöttek, úgyhogy ez egy nagyon jó közösségi alakult. Hát azt tudom mondani, hogy például 10-ből 10 gyerek vissza is jött az első tábor után, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindent elmond magáról. Láttuk egyébként, hogy volt egy lány is, úgyhogy akkor így a lányok körében is kicsit ez jobban bővül. És idén fordult először, hogy ugye egy kislány is részt vett a táborba, úgyhogy most már ők is részeseivé váltak ennek az eseménynek, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is majd jelentkeznek minél többen. Mik a tervek a 23-as évre az Egyesületnél? Hát marad ugye a csapatbajnokság, ugye ez a veszőparipánk. Én úgy gondolom, hogy egész jól haladunk azon az úton, amit kitűztünk. Most lesz egy új játékos, Gurdics Ádám, aki hozzánk igazolt, így ő is erősíteni fogja a csapatunkat. Ezen kívül, ugye a csapatbajnokságon kívül, amit említettem, az MDL fordulókat fogjuk rendezni, és még kitűztük most ebbe az évbe a célunkat, hogy minél szélesebb körben népszerűsíteni a dárcot. Ezért az Onyx-szal közösen úgy döntöttünk, hogy minden februártól minden szerdán nyílt edzést tartunk, ahova szeretettel várunk minden kistelekit, kortól nemtől függetlenül. Nyugodtan eljöhet, megnézheti, hogy mi hogy edzünk, vagy esetleg velünk együtt edzhet, kérdezősködhet, kérdezhet a eszközökről, bármiben segítségére leszünk, sőt, ha jól érzi magát, ott maradhat velünk edzeni. És ennek fejében még olyan célt tűztünk ki, hogy februárban kezdődnek ugye a nyílt edzések, és meglátjuk annak függvényében, hogy mennyire lesz népszerű. 2 havonta szeretnénk egy amatőr versenyt rendezni, ahol csak amatőrök vehetnének részt, és ezzel is talán egy kicsit jobban bele tudnának látni ebbe a sportba. Ugye mondtad, hogy népszerűsíteni szeretnétek, egyébként arról is beszéltünk kicsit, hogy hány tag van most az Egyesületnél, és hogy egyébként hol lehet még jelentkezni, gondolom. Igen. Mással is meg lehet titeket találni. Aki szeretne részt venni ezeken az eseményeken, az a Revansdás Sport Egyesületnek az oldalán megtalálja az elérhetőséget, de bátran lehet engem is hívni a 0620-591-1575-ös telefonszámon, nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre ezzel kapcsolatban. Jelenleg az Egyesületben 10-12 tag vesz részt, ebből 7 igazolt játékosok, ugye nagy részét a csapatbajnokság teszi ki, ezt mindig mondjuk, mert ez a fő célunk,
úgyhogy bátran várunk minden jelentkezőt. Eljönnek az edzésekre, jól érzik magukat, ha egy kicsit szorgalmasabbak, vagy éppen úgy gondolják, akkor nem soká csatlakozhatnak hozzánk. Kik is a támogatói az egyesületnek? Hát ugye a fő támogatónk az Onyx Kávézó, akivel már több éve együtt dolgozunk, ezen kívül a Kistelekváros önkormányzata és a Betlen Gábor alapkezelő ZRT. Idősek védelmére hívja fel a figyelmet a rendőrkapitányság. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Idősek védelmében. Lehetőség szerint ne engedjenek be a lakásba idegeneket. Amennyiben ismeretlen személyek valamely szolgáltató vagy hivatal munkatársaként bemutatkozva szeretnének bejutni önökhöz, minden esetben kérjék el tőlük a fényképes igazolványukat, mivel előfordulhat, hogy a csalók ezzel a módszerrel akarnak bejutni az ingatlanba. Felhívhatják az adott szolgáltatót is, mielőtt bárkit beengednének otthonukba. A közszolgáltatók sem díjbeszedést, sem visszautalást nem rendeznek készpénzben. Ha szakemberék felkeresik a fogyasztókat, általában előre értesítik az ügyfeleket. Ne adjanak vagy utaljanak pénzt olyan idegennek, aki valamely bajba jutott hozzátartozójuk megbízásából kéri azt önöktől. Ilyenkor szakítsák meg a hívást, és próbálják meg felhívni a rokonukat, akire a telefonáló hivatkozott. Figyeljenek rá, milyen információkat osztanak meg magukról. Nem tanácsos például idegenek előtt az anyagi körülményeikről, vagy családi állapotukról, főleg özvegy, egyedülálló személy esetében beszélni. Értékeiket tartsák biztonságos helyen. Megtakarított pénzüket ne vegyék elő idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hol tartják, és valamilyen trükkel eltulajdoníthatják önöktől. Bankkártya adataikat, jelszavaikat semmilyen körülmények között ne adják meg idegeneknek. Az internetes közösségi felületek használata és netes vásárlások alkalmával ügyeljenek a biztonságos adatkezelésre, kérjenek segítséget hozzáértő családtagjaiktól, ismerőseiktől. Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak, kérjük azonnal értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon. Disznótorost tartanak február 4-én Kisteleken. Susánszky Benjamin rendezvény szervezőt kérdeztük a részletekről és a közelgő rendezvényekről. 8. alkalommal rendeznek idén február 4-én disznótorost itt Kisteleken. Erről kérdezzük Susánszky Benjamin rendezvény szervezőt. Köszöntelek, beszéljünk is erről, hogy mi is lesz ezen a napon, mivel várjátok a kilátogatókat. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a Kistelekváros TV nézőit. Igen, 8. alkalommal kerül megrendezésre a disznótoros fesztiválunk. Egy kicsit új helyszínnel fogjuk ezt, vagy új helyszínen fogjuk megrendezni ezt a rendezvényünket. Új köntösbe is öltöztettük ezt a rendezvényünket. 8 órakor disznófogó pálinka közös elfogyasztása után kezdetét fogja venni a látvány disznóvágás, melynek keretein belül felelevenítjük a régi hagyományokat, a pörzsölést, a mosást, a szétszedést. 10 órától a Kisteleki Hétszín Virágovoda közreműködésével közösen elbúcsúztatjuk a telet, és elégetjük a kiszebábot. A nap folyamán fánksütés lesz, ezt a Kisteleki Nyugdíjas Klub közreműködésével fogjuk lebonyolítani. A jó hangulatról a Kertbarátok zenekarra fog nálunk gondoskodni. 8 és dél között a Művelődési Ház belső területén, tehát az aulába és a nagyterembe, a díszterembe különböző rendezvények lesznek. A nagyteremben pókkiállítás lesz, erre várunk minden kedves érdeklődőt, illetve az aula részben kézműves foglalkozás és a gyerekeknek játékkuckó lesz felállítva. Ezen a rendezvényen keresik Kistelek legjobb pálinkáját is, ez hogyan is fog zajlani? Igen, így van, ez így igaz. Ugyanúgy fogjuk keresni Kistelek legjobb pálinkáját, mint amikor a gasztronómiai fesztiválon az esti bár résznél be lehet nevezni úgymond a pálinkát kóstoltatásra és zsűrizésre. Ez most sem lesz máshogyan, ugyanígy be lehet nevezni a kijelölt helyen a pálinkát, és ezt egy zsűri fogja elbírálni, a legjobb pálinkákat pedig díjazni fogjuk. Március 3-án újra a Kistelekre érkezik a Körúti Színház csapata. Erről mit tudhatunk, mivel is érkeznek ide? Igen, nagy tisztelettel és szeretettel várjuk ismételten a Körúti Színház ide látogató tagjait, akik már immár hazajárnak hozzánk Kistelekre. Most március 3-án este 7 órai kezdéssel a Játék a kastélyban című darabot fogják előadni, főszerepben Szabó Kristóffal és Straub Dezsővel. Jegyek a Kisteleki Művelődési Házban kaphatók 3600 forintért. Hétfőtől péntekig, 8-tól 4 óráig, pénteken 8-tól délig tudunk adni. Most olyan gyönyörű,
papírleütek, méz, édes, narancs. Megújult keresztes nagyantal sírja. Vas Rozáliát kérdeztük a részletekről. Megújult keresztes nagyantal sírja a Kócsó kápolna mellett. Kistelekváros művelődésért és sportéletért közhasznú közalapítvány sikeres pályázata révén megtörtént a szintezés, alapozás és betonkoszorú kialakítása, a nevek újravésése, a gránittábla felújítása, csiszolás, lerepet, átrepet részek javítása, a sír impregnálása. A keresztes nagyantal aki ismeri, vagy inkább az idősebbek főleg, tudják, hogy Keresztes Nagy Antal egy patikus volt itt Kisteleken, és a róla elnevezett Pici utcán élt, és azzal szemben, ahol most jelenleg a református templom épül, volt egy ingatlanja, amit annak idején a református egyháznak átadott imaház céljára, és így az ő neve ugye a kisteleki reformátusokkal összekapcsolódik. Ehhez a témához illeszkedve gondoltuk azt, hogy ha már ezt a tevékenységét itt tiszteletben tartjuk, akkor a sírját is fel kellene újítani, és sikerült egy pályázatot találnunk a Pantheon Alapítvány kiírásában, akik pont erre szakosodtak, hogy a helyi fontos, tehát a lakosság számára fontos személyek emlékét ápolják, tiszteletben tartsák, és ehhez adnak támogatást, és ettől a Budapesti Székely Alapítványtól nyert a Kistelekváros művelődésért és sportéletért közhasznú közalapítvány 900 000 forintot. Ebből tudjuk rendbetetni a Kócsó kápolna mellett található Keresztes Nagy Antal síremléket. Úgy gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen Keresztes Nagy Antal emlékét teljesen körbe tudtuk járni, illetve az ő munkásságát becsületben tudjuk tartani a városban is. És nagyon remélem, hogy majd a református egyház is eléri azt, amit szeretne, és tovább tudják vinni a Keresztes Nagy Antal emlékét. Téli egészséghetet tartottak a Szivárvány óvodában. Huszkáné Tóth Ildikót, a óvoda vezetőt kérdeztük a hét programjairól. Imáron sokadik alkalommal tartanak egészséghetet a hagyományokhoz híven a Szivárvány óvodában. Erről kérdezzük Huszkáné Tóth Ildikó tagóvodavezetőt. Köszöntöm Önt, beszéljünk is erről a hétről, hogyan is, mik zajlottak itt az óvodában. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Tényleg nagy hagyománya van itt nálunk már az egészségheteknek, és hát a téli az általában ugye a havas dolgokkal kapcsolatos szokott lenni, de mivel, hogy az idei telünk sem nagyon volt alkalmas arra, hogy ilyen tevékenységeket végezzünk, így inkább ilyen benti dolgok kerültek megrendezésre, tehát ezzel ekköré fonódott az egész tevékenységrendszer.
Hát a nagyoknak mondhatnám azt is, hogy 4 napra sűrűsödött, mert ugye a hétfő az úszás, de ha azt vesszük, az is egy sportos tevékenység, amit a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek, és nagyon-nagyon egészséges, és borzasztó nagy biztonságot ad, azt hiszem, ha egy gyerek megtanul úszni. Tehát ebből kifolyólag is szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek tényleg ezt kihasználják, meg a szülők is ezt a lehetőséget. És a kisebbek meg kirándultak, tehát még olyan volt az idő, hogy el lehetett menni egy közeli sétára, játszótérre ide-oda. A keddi nap az valódi sportnap volt, tehát jó sok mozgással. Attila, Horváth Attila megmozgatta a jócskán a gyerekeket, tehát olyan mozdulatsort hozott létre, ahol szinte megállás nélkül lehetett a gyerekeknek mozogni, úgyhogy 20 perc alatt jócskán el is fáradtak, jó kipirosodtak. Aztán szerdán volt egy forgószínpad, ahol minden csoportban más lehetett csinálni a gyerekeknek. Nagyon-nagyon szeretik az ilyet, amikor el lehet látogatni egy másik csoportba, szét lehet nézni, és tényleg volt, ahol megint mesét lehetett nézni, volt, ahol táncolni lehetett, volt, ahol mozogni, kis érdekes feladatokat megoldani, úgyhogy szerintem ezt is nagyon jól, nagy örömmel végezték a gyerekek. És a csütörtök az gasztronap volt egyrészt, tehát készítettük már szerdán csütörtökön olyan dolgokat, amit szívesen ettek a gyerekek, vagy legalábbis reméltük, hogy szívesen fogyasztanak most. És ez általában mindig szintén évszakhoz kötődik, tehát olyan fajta gyümölcsöket, zöldségeket próbálunk feldolgozni, amihez ilyenkor lehet hozzájutni, vagy ilyenkor jellegzetes ennek a fogyasztása. Ugye a déli gyümölcsök, ez téli időszakban fogyasztjuk jobban, vagy a káposzta, répa, ami ilyenkor van, ugye egyértelmű, hogy nem, mit tudom én, olyan drága, mint paradicsom, tehát mi az nem jellemző ugye a térre, tehát nem olyanokból készítünk, hanem olyanokból, ami ilyenkor jellemzően van, magvak, egyebek, ami a télnek sajátosságai, amit otthon is esetleg egy szülő össze tudna állítani a gyereknek, ha a gyerek éppen megemlíti otthon, hogy hú, hát az nagyon finom volt, és jó volna belőle, ha anya is csinálna. Akár az óvónéniket is megkérdezhet, és ők ebbe például szívesen tudnak segíteni. Tehát ez egy ilyen nap volt a gasztronap, hogy itt az ebédlőbe elfogyaszthattuk azokat, amit készítettünk, és utána a nagyoknak volt még egy bemutató, ami abból állt, hogy a hétkerék görkorcsolya egyesület kijött ide hozzánk, mármint annak néhány tagja, és kicsit toborzó jelleggel gyerekeknek bemutatták a nagyoknak, hogy milyen érdekes ez a sportág, és milyen jó dolgokat lehet csinálni, kicsit beszéltek róla, kicsit be is mutatták a mozgásokat, még azt is, hogy lehet elesni görkorival, ami nagyon érdekes volt a gyerekeknek, és tényleg pár nappal később szülők kérték is, hogy egy kis szórólapot adjak már ezzel kapcsolatban a gyerekeknek, mert szeretnének több gyereknek az érdeklődését felkeltetni, hogy szeretnének ide menni. És hát pénteken meg volt egy nagyon jó meseelőadásunk a kesztyű meséről, ami egyrészt az öltözködés, tehát a téli öltözködéshez kapcsolódott, másrészt pedig egy dramatikus játék volt, ugye, amit mi pedagógusok adtunk elő a gyerekek részére, és amit mi is nagyon jól éreztük magunkat, tehát mentálisan mi is föltöltöttünk, és a gyerekek is úgy éreztük, hogy nagyon-nagyon élvezik a mesét. Tehát ilyen volt a hetünk, és ez a téli egészséghetünk volt. Ugye legközelebb majd tavasszal lesz megint, és mindig, tehát a sajátosságai megvannak, hát a tavaszinak is kicsit másmilyen lesz a tartalma, inkább ezt mondom, mint a télinek, vagy mint az őszinek. Január 11-én a tűzoltók mentették ki annak a kis traktornak a vezetőjét, aki saját járműve alá szorult Balázs Csán. Kedden délelőtt az 5-ös főút mellett borult fel a traktor, maga alá temetve annak vezetőjét. A szegedi és a kisteleki hivatásos, valamint a Balázs Csán önkéntes szervezetek tűzoltói érkeztek a helyszínre. Feszítővágó segítségével emelték ki a súlyos sérültet, mentőhelikopter szállított a kórházba. Január 18-án
Szerdán 6 esetben kellett kidőlt fák miatt mentést végezniük a tűzoltóknak, Csongrád-Csanád vármegyében. Pusztaszerre, Szegedre, Csongrádra és Kistelekre is riasztották az egységeket. A műszaki mentéseket a város hivatásos egységei végezték el. A gyors beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés egyik esetben sem történt.